Számomra keresztényként sohasem volt kétséges az, hogy az élet a fogantatáskor kezdődik, és ezért nagyon fontos számomra az életvédelem. És néhány ige is nagyon fontos volt számomra, ami ezt be is bizonyítja. Tehát felolvasnám a Zsoltárok könyvéből a 139. Zsoltárnak a 13-tól 16. verséig az erről szóló ige szakaszt. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna, alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Ez volt az egyik ige szakasz, amely mutatja azt, hogy Isten már előre eltervezett minden egyes embert, és ahogy megfogant, neki már terve volt az életével, és ezért minden ember nagyon fontos. Még akkor is, hogyha picike, még akkor is, hogyha csak néhány hetes az anyaméhben, Istennek már előre jó tervei vannak az életünkkel. És a másik ige szakasz, ami számomra nagyon fontos, a Jeremiás próféta könyvéből az első fejezet, 4.-5. vers, vagyis inkább csak az 5. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Itt is ugyanazt mondja az Úr Jeremiásnak, hogy mielőtt már megformálta volna, már terve volt az életére. És ebből látszik, hogy Istennek mindnyájunk életére terve van, egy jó terve, és ezért minden egyes megfogant gyermek az méltó arra, hogy valóban világra jöjjön, és hogy ezt a tervet, amit Isten az életébe helyezett, azt valóra is váltsa, hogy meg tudjon születni. És még egy másik, ami hatott rám, az még tinédzser koromban láttam a Néma Sikoly című filmet, amikor a abortuszban a kis magzat próbál menekülni az elől, a szerkezet elől, amivel ugye véget akarnak vetni az életének, és ebbe is látszik az, hogy ő egy tudatos lény, egy olyan lény, aki fél és menekül, és aki élni akar. Tehát ezek nagyon nagy hatással voltak rám, hogy én ilyet soha nem szeretnék tenni. Van a fogamzásgátlásnak sokkal elfogadhatóbb módja is, például a tudatosan tervezi az ember, hogy szeretne, hány gyereket szeretne, és mikor. És vannak erre megoldások, sokkal jobbak, mint az abortusz, és nagyon fontos lenne a fiataloknak a felvilágosítása, hogy minél többen ezekről tudjanak. Ezen kívül pedig, hogyha valaki mégis teherbe esik, anélkül, hogy szerette volna, és hogyha nincs olyan helyzetben, hogy felnevelje a kisbabáját, akkor pedig van más lehetőség is, mint kioltani az életét, hogyha az ember örökbe adja, hiszen milyen sok meddő pár vár ma gyermekre, több ezren is vannak az ilyen párok, és akkor az az élet, amit Isten adott, nem veszne el, hanem szerető családokban tudna felnövekedni. És bár ez is nehézség, hogy az ember lemondjon a gyermekéről, megszülje és odaadja valaki másnak, de mégis mennyivel emberségesebb ez a lehetőség, hogy mégis esélyt ad az ember az életre, hogy valahol az a kis élet az fel tudjon növekedni, és betöltse azt a tervet, amit Isten adott neki. Én ezt szeretném, erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy becsüljük meg az életet, becsüljük meg ezeket a kis babákat, akár hány hetesek is, és adjunk nekik esélyt, hogy megszülessenek. Köszönöm.